Esztendeje annak, hogy megszületett Fedák Sári, beregszászi származású primadonna, a magyar színjátszás kiemelkedő alakja. Az egykori színésznő emléke előtt tisztelegve Szűcs Nelli beregszászi színművésznő idén tavasszal kezdeményezte a most avatandó szobor felállítását. Ehhez partnereket is talált. Kolodkó Mihály szobrászművész tervei alapján a Bethlen Gábor alap támogatásával, a Beregszászi Színház jótékonysági alapítványának lebonyolításával elkészülhetett a szobor kompozíció. A Fedák Sárinak méltó emléket állító mészkőből és bronzból készült műalkotás reményeink szerint valódi díszévé lesz városunknak. Ez a lány nem tanult senkitől, ez a lány nem utánozott senkit. Megrendít és mámorba ejt. Övé a jövő, a szent tavasz gyönyörű gyermeke ő. Hatalmas és komoly dolog a művészete, mint hogy komoly dolog egy nyári zivatar, mely felkavarja a mezők illatát. Tisztelt hölgyeim és uraim! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket Fedák Sári, kárpátalja híres szülöttének szoboravatóján. Egyúttal engedjék meg, hogy sajnálatomat fejezzem ki, amiért ma nem tudok a beregszásziakkal együtt ünnepelni. Tisztelt ünneplők! Egy közösség csak akkor lehet erős, csak akkor maradhat talpon, ha szilárd az önazonossága. Csak akkor gyarapodhat, ha tudja, hogy honnan jön, milyen célokat akar-e földi életben elérni. Egy városi közösség életében ehhez az önmeghatározáshoz jó fogozkodót nyújt, ha megőrzi és továbbadja azon polgárainak emlékét, akik teljesítményükkel megalapozták a közösség jó hírét. A mai alkalom tehát a megőrzés és a továbbadás gesztusáról szól. Arról, hogy e szobor felavatásával tovább örökítjük Fedák Sári emlékét, gyermekeinkre és unokáinkra testáljuk azt a kötelességet, amit hagyatékának ápolása jelent. Azt kívánom Önöknek, hogy találják meg ikonjaikat, találják meg azokat a mozzanatokat, amelyekre építve erős közösségként élhetik meg a 21. századot itt Kárpátalján, magyarként. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, Grezsa István. Ma egy színésznő révén a magyar kultúrát ünnepeljük. Egy önfelett beregszászi színész géniuszt ünnepelnénk, ha nem Magyarországon, és nem a 20. században élte volna élete nagyobbik felét. Fedák Sári története, mint Csebben a tenger, mutatja a magyar művész és értelmiségi világ félretételét. Ők lettek a fölösleges emberek, mert a magyar kultúrát testesítették meg. Kora magyar kultúrájának ikonja volt, a szó régebbi és mai értelmében is, Fedák Sárival egy világ tűnt el, egy gazdag, színes, szórakoztató világ, amit a polgári lét diszkrét bája levegett körül. A polgári világunkat felfalta a kommunizmus büdös szája. Miért ne ünnepelhetnénk egyszerűen csak az emberi lélek kifejeződésének ezt a boldog, erős, önfelett alakját, akitől az egész nemzet annyit kapott? Mi lehet vajon a titka annak, hogy a Beregvidék, közelebbről Beregszász megújulóan
jelen van a magyar színház történet térképén, hogy folyamatosan újabb és újabb, felkavaró és ünnepelt, kiemelkedő színházi tehetségeket ad a magyarságnak. Hogy a Beregszászi Színház ma is folyamatosan helyét követeli a magyar szellemi életben. A Beregszászi Színház jelenkori sikereit mindenki ismeri és elismeri. A magyar nyelvterületen kívül is, és szerte a világban. Ezeknek a mai sikereknek az előzménye, forrása bizonyosan ott rejlik a több mint 100 évvel ezelőtti korban, amikor egy Fedák Sári nevű csillag tündökölt a magyar színházi élet egén. Egy egyéniség, aki minden kortársát megbabonázta. Nagy élmény, felemelő érzés itt lenni Fedák Sári szobának a felavatásán, hiszen egy legenda hazatért. Fedák Sári korának legnagyobb magyar színésznője, a primadonna, világhírű színésznő, aki innen Beregszászból származott, ebből a városból, amelyet nagyon szeretett. A 20. század, ahogy nevezik a büntető század, a 20. században, ahol élnie kellett, sok sikert adott neki, és sok nehézsége. Hiszen az első világháború után a szülővárosa elveszett, másik országhoz tartozott, ami mindig is fájt neki. Különböző vádakkal, kommunista támogatással illették, külföldre kellett mennie, később térhetett csak vissza. Ugyanez történt vele a második világháború után, amikor is furcsa módon fasizmussal vádolták, börtönbe került, a színháztól eltiltották, és végül magányosan a luxushoz szokott, a közönséghez szokott primadonna egy kis faluban hunyt el, és a komornája társaságában. Annak ellenére, hogy a világban ismert volt, és hatalmas közönség sikereket alkotott, mindig is vágyakozott haza, vissza szülőföldjére, amit később nem tehetett meg. Emiatt fontos az, és különösen szimbolikus, hogy ma, a születésnapján ezt a szobrot adjuk neki Beregszász központjában, szemben a Beregszászi I. és Gyula Magyar Nemzeti Színházzal. A legfontosabb szó, amit ma szeretnék mondani, az a köszönöm. Köszönöm mindenkinek, aki egy picit is hozzátett ahhoz, hogy Fedák Sárinak az emléke a hosszú évtizedeken keresztül nem tűnt feledésbe. Szeretném köszönni a Beregvidéki Múzeum igazgatójának, Sepa Jánosnak, aki óriás odaadása, hogy folyamatos pozitív véleménye, szinte mintha személyesen ismerte volna Fedák Sárit, olyan hangulattal tudott mindig róla mesélt. Csak sajnos a fekete-fehér képek nem tudták azt a hangulatot átadni, amit az át tud majd adni, ami itt áll mögöttem. Köszönöm szépen Szűcs Nelinek, aki amikor a csillogó szemeivel megkeresett engem a polgármester hivatalba, és mondta nekem, hogy Zoltán, fantasztikus, csináljuk meg, és hadd legyen a főtéren. Mondtam, rendben van, szerezzük be a szükséges dokumentumokat, és meg fogjuk csinálni. Immáron itt áll mögöttem Fedák Sárinak a szobra. Köszönöm szépen távirányítással is Grezsa Istvánnak, rajta keresztül a magyar kormánynak, hogy ez a szó, hogy Fedák Sári nem csak papíron tud létezni a városunk történelmébe tovább is, hanem kézzel fogható, fényképezhető turista attrakció és egy óriási emlékpont. Büszke vagyok arra, hogy itt lehetek, büszke vagyok, hogy az én szolgálatom alatt nyithatjuk meg ezt a emlékművet. Hajrá Beregszász! Beregszász a legszebb város! Köszönöm szépen! Vagyok.
Üdvözlöm Önöket Venezuelából. Fedák Sári nagyapám húga volt, aki a család számára nem csak ünnepelt primadonna volt, hanem szerető testvér is, hiszen nagyapám halála után gondoskodott édesapám és én nagynénin nevelt is. Nem szeretném most Zsazsa néni életét elmesélni, hiszen megismerhetik a Te csak most aludjál Lilium című könyvéből. Nagymamám Fedák Sári sógornője hozta ki ennek a könyvnek a kézi iratot, melyet 1945-ben a börtönben kezdett el írni, hogy túléljen. Ez a kézírás közel 30 évig pihent egy ládában, amikor is a sógornőm megtalálta és odaadta barátunknak, dr. Gyarmati Lászlónak elolvasására. Ő tudott közöttünk legjobban magyarul. Nagyon tetszett neki, és azt mondta, hogy ezt a világnak meg kell ismernie. Az ő segítségével 2009-ben könyvformában jelent meg Magyarországon. Köszönöm dr. Gyarmati Lászlónak ezért. Szűcs Néli színművésznő beleszeretett ebbe a könyvbe, és úgy érezte, hogy neki kell megmutatnia Zsazsa életét. Fedák Sári számára egész életében nagyon fontos volt a szózat, mindannyiunk által ismert sora: hazádnak rendületlenül légy híve, ó magyar! A legnehezebb pillanatokban, a sorsfordító élethelyzetekben sem fordított hátat ennek a hitvallásnak. Úgy vélem, Fedák Sári alakja és egész szellemisége nem tűnt el. A múlt homályában éppen ellenkezőleg feltámadt, hogy erősítsen minket egy olyan világban, ahol a nemzeti összetartozásról, hazaszeretetről beszélni, a szülőföldhöz, hazához ragaszkodni már nem divat, ahol himnuszt szavalni, szózatot énekelni már nem érdem. Megismerve, felidézve Fedák Sári életútját, megerősítést nyerhettem, hogy a hűség és a ragaszkodás nemzetünk, szülőföldünk iránt már pedig valódi érték, amelyből meríthetünk, amely erőforrásként szolgál számunkra ma is a mindennapunk küzdelmében. Ezért érzem úgy, hogy nem mi adunk neki, hanem ő ad nekünk. Példamutatást, gyökeret, ő erősít meg minket abban, hogy másként nem lehet csak hűséggel adózni a szülőföldnek, a közösségnek, hűségesnek lenni a munkához, amelyre elhivattunk, és hűséggel fordulni Istenünkhöz. Hálával tartozom mesteremnek, Vidnyánszky Attilának, a Budapesti Nemzeti Színház vezérigazgatójának, aki megtisztelt jelenlétével. Aki felismerte azt a tényt, hogy nekem Fedák Sárival kell foglalkoznom, így jutottunk el Fedák Sári című önálló estemhez. Reggelig tudnám sorolni azoknak a nevét, akik csak egy mosollyal, egy gesztussal, egy aláírással is, de segítettek abban, hogy ez a szobor avatóma megvalósuljon.
szervezetek képviselőit helyezzék el az emlékezés koszorúit a Fedáksári szobornál. Запрошуємо представників організації та офіційних органів влади на церемонію покладання вінків до скульптури. Van ez az, hogy én vagyok a legboldogabb ember a világon, legalábbis a mai napon, mert egy olyan célhoz értünk el, amiről én nagyon régen álmodoztam, és ez létrejött, és olyan érdekes, hogy egybeesett minden, hogy ünnepeljük a 25 éves Beregszászi Színházat, ünnepeljük ma a Fedáksári születésnapját, és hogy épp ma sikerült ezt a szobrot is felavatnunk. Hát mit tudnék még mondani? Mennyi, nagyon kevés kell az ember boldogságához. Ez kevés is, és rengeteg, amit én ma kaptam. Első gondolat mi volt, amikor jött az a kérés, hogy a város területén egy szobrot állítsanak Fedáksárinak? Több verzió volt, és nekem nem volt kétségem afelől, hogy Fedáksári egy impozáns és egy dekoratív hölgy, és mindenképpen egy olyan hangulatú szobrot szerettem volna látni, ami tulajdonképpen teljesen megfelel annak, amit most avattunk itt a város főterén, de voltak olyan verziók is, amivel az egyik leghíresebb szerepét, a János Vitézt terveztünk, hogy az is lehet, hogy János Vitéznek öltöztetjük. Én nagyon örülök, hogy ez lett a végső változat, hogy városunk vendégeinek nem kell elmagyarázni, hogy mit keres a belvárosban egy hölgy férfi ruhába János Vitéznek öltözve, mert nem biztos, hogy átadta volna azt a mondani valót, ami egyébként ennek a művésznőnek mindig is missziója volt, ő különleges volt, ő pont azért a különlegesség miatt is alakult ki ez a János Vitéz verzió, de mivel egy bombatikus csaj ül itt ezen a lócán, biztos vagyok benne, ráadásul nem tudom, észrevette mindenki, nincs kiírva a neve. Tehát ez egy olyan különleges változata a szoborállításnak, amit nem mindig szoktak választani.